Legalább 7 ukrán meghalt, 16-an megsebesültek, amikor az orosz hadsereg rakétazáport zúdított Harkivra. A 1,5 milliós ukrán városban óriási károk keletkeztek. Közben az orosz kormányzat honlapjáról eltűnt az a szöveg, amelyben a balti-tengeri határok egyoldalú felülvizsgálatára tettek javaslatot. Borzalmas pusztítást végeztek az orosz rakéták ebben a Harkivi nyomdában. Az áldozatok mind nők voltak. Ennél a vállalatnál füzeteket, könyveket nyomtattak. Sajnos éppen itt dolgozott az egyik műszak, amikor az S-300-as rakéta becsapódott, mondta Harkiv polgármestere. Az északkelet-ukrajnai nagyvárosra összesen 15 rakétát lőttek ki az oroszok, így nem csoda, hogy sok a halott és a sebesült. A megszállók a nyomda mellett lőtték a vasutat és egy önkormányzati vállalatot is. Az ukrán elnök szerint a világ a gyengeség jelét mutatja, amikor nem ad elegendő légvédelmi eszközt Kijevnek, és nem engedi, hogy az ukránok orosz területen semmisítsék meg a rakétákat. Ukrajnának olyan rendszerekre és taktikákra van szüksége, amely lehetővé teszi a számunkra, hogy megvédjük az állásainkat és a városainkat az orosz légibombáktól, amelyek jelenleg az orosz terror főeszközei, és miattuk tudnak a megszállók nyomulni, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán légvédelem teljesítménye az utóbbi hónapokban drasztikusan lecsökkent. Mi korábban a kilőtt orosz rakéták többségét megsemmisítették, ma már csak minden harmadikat. Az észak-európai NATO tagországok drónokkal támogatják az orosz agresszióval küzdő Ukrajnát. Mi alapítottuk meg, és a britekkel együtt vezetjük a drón koalíciót, amelyhez már 14 ország csatlakozott, és 500 milliárd eurót ajánlott fel, mondta a lett védelmi miniszter egy litvániai tanácskozáson. A balti országokat egyébként aggodalommal töltötte el, hogy egy rendelet tervezetben Moszkva javaslatot tett a balti-tengeri határok egyoldalú felülvizsgálatára. Már később a szöveg rejtélyes módon eltűnt az orosz kormányzati portálról.